Előadásom alapvetően kettős célt követ. Egyrészt a KVH eredeti koncepciójának megfelelően a itt folyó kutatásról szeretnék beszámolni. Tehát hangsúlyozom, hogy ez a kutatás, amit én az ügynökhálózattal kapcsolatban folytatok, ez nem egy befejezett és lezárt sztori, tehát egy kerek történetet ne is várjon a közönség tőlem. A másik célom pedig az volt, hogy hát mégiscsak egy levéltárban vagyunk, tehát egy levéltár itt őrzött levéltári anyagra, illetve egy bizonyos dokumentum típusra szeretném felhívni a figyelmet. Úgy gondolom ugyanis, hogy egyetlen egy téma és egyetlen egy iratcsoport sem lesz bárki privilégiuma, tehát én személy szerint nagyon örülnék, hogy akár az előadás nyomán több tucat kutató vetné rá magát erre az általam bemutatandó irat típusra, és teljesen más szempontok szerint nyúlna hozzá ehhez, mint én. Zárójelben megjegyzem, örülnék is, hogy nem nekem kéne ilyen számokkal foglalkozni, de hát ez maradt. Tehát az előadásom nem egy izgalmas kém történetekről fog szólni, a főszereplő ugyanis egy állag, egy 11.10-es operatív nyilvántartást végző szervezeti egységek neve vagy címet viseli. Ráadásul ennek is csak egy bizonyos irattípusáról szeretnék beszélni. Én ezt most be is mutatnám. Ez egy üres, de ez egy szép nagy statisztikai adatlap. Ha valakit még érdekel. Ez a statisztikai adatlap azért készült, mert az különböző állambiztonsági szervezeti egységeknek bizonyos időközönként, jellemzően fél évkor és év végén az általuk működtetett hálózatról az adatokat kellett szolgáltatni az állambiztonsági nyilvántartó osztálynak. A hálózat növekedéséről, csökkenéséről, összetételéről, stb. Előadás után meg lehet nézni, hogy milyen adatok szerepelnek rajta. Ezeket a központban összesítették. Készült egy országos összesítés, egy a központi szervekre vonatkozó összesítés, egy megyei, vagyis a területi állambiztonsági szervekre vonatkozó összesítés, és ezek az összesített statisztikák 1957 és 89 között hiánytalanul fennmaradtak, 80-as évekről, meg egy évből, meg korábbról is fennmaradtak a beküldő statisztikák is. Annak is van nyoma, hogy ez az adatszolgáltatás, ez 56 előtt, tehát a forradalom előtti időszakra nyúlik vissza, de abból az időszakból már ilyen adatlapok nem maradtak fent. Két fontos megszorítást kell tenni, tehát egyrészt az, hogy nem kizárólag a szorosabb értelembe vett állambiztonsági szervek küldték meg az adatokat, hanem azok a szervezetek is, amelyek ugyan nem voltak állambiztonsági szervek, de a hálózat működtetése, szervezése tekintetében az állambiztonságra vonatkozó szabályozást kellett követniük. Alapvetően két ilyen szerv volt, az egyik a Határőrség Országos Parancsnokságának a felderítő osztálya, aki rendszerint 65-től be is küldte az adatokat, és egészen 87-ig szerepel is az országos összesítésekben. A másik ilyen szerv, aminek be kellett volna küldenie, a BM belbiztonsági osztály, ami ugye nem állambiztonsági szerv volt, hanem a belügyi szerveken belüli elhárítást végezte, viszont annak nincs nyoma, hogy ők adatot szolgáltattak volna ebben a közegben. A másik fontos megszorítás, hogy van egy olyan fontos terület, méghozzá a hírszerzés, amely nyilvántartási szempontból elkülönült az állambiztonság többi részét ebben az időszakban már, ami azt jelenti, hogy a hírszerzésnek nem kellett megküldeni a saját hálózatára vonatkozó adatokat. Ennek megfelelően, amikor én itt az előadás keretében az állambiztonsági hálózatról beszélek, akkor hangsúlyozottan a hírszerzés nélküli hálózatról fogok beszélni. A statisztikákról szeretjük, vagy jó lenne azt hinni, hogy ez valami exakt dolog, hiszen a számok nem hazudnak, ám nagyon fontos, hogy ezek a statisztikai adatlapok is mégiscsak történeti források, tehát megfelelő kritikával kell viszonyulni hozzájuk. Alapvetően már a módszerhez is, én ebben nem nagyon akarok belemenni, de van egy kedvenc idézet, amely a magyar társadalomtörténet egy korai, talán már elfeledett képviselőjétől, Lakatos Ernő írt a Magyar Politikai Vezetőréteg 1848-1918 című társadalomtörténeti tanulmányában 1942-ben, idézem. A statisztikai módszernek nagy hátránya, hogy élesen elhatárolt csoportokkal dolgozik, pedig az életben átmenetek vannak, és az emberek nehezen skatujázhatók. Viszont ha ennek ellenére mégis a statisztikai módszerhez folyamodunk, akkor nagyon fontos a megfelelő forráskritika. Én ebbe sem mennék most bele az előadás keretébe, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezeket a számokat is, számsorokat is emberek hozzák létre, akik ugye tévedhetnek is.
Rengeteg példát sorolhatnék fel, én egyetlen egy példát mutatnék meg. 1973-ban egy augusztus 1-re vonatkozó állapotról is be kellett küldeni az adatokat a különböző állambiztonsági szerveknek, és a 3/2-es osztály, ez a figyelő és környezettanulmányozó osztály visszaküldte a üres statisztikai adatlapokat, hogy nincs nekik hálózatuk, ne kérjenek tőlük adatokat. Most higgyék el nekem, hogy ez a jelentés, vagy szolgálti egy átirat után, található egy kitöltött adatlap, amely a 3/2-es osztálynak a hálózatának az adatait tartalmazza, vagyis mégiscsak volt hálózatuk. A zavart talán itt lehet olvasni, nem tudom mennyire látható itt az alsó sarokban, talán az okozta, hogy az a hölgy, aki feltetőleg az osztályon a nyilvántartással foglalkozott, a szülési szabadságra ment, és ez teljes zavart okozott az osztályon belül. Én arra akarok erre ezzel, tehát ez egy extrém példa, de arra akarok rá mutatni, hogyha van egy olyan szervezeti egység, akinek a vezetése képes kiadni egy olyan levelet, hogy az osztályunk hálózattal nem rendelkezik, miközben rendelkezik, akkor gondoljunk bele, hogy a különböző számokkal kapcsolatban milyen tévesztések lehetségesek. A másik nagyon fontos, ami talán kicsit már komolyabb, hogy ugye ezek a statisztikai adatlapok egy meghatározott nomenklatúrával dolgoztak, tehát egy fogalmi eszközkészlettel, és ebbe kellett beleilleszteni az állambiztonsági hálózat, ügynökhálózatnak a vonatkozó adatokat. Tehát igazából nem ezek a statisztikai adatok nem a valami objektív képét adják a hálózatnak, hanem egy olyan képét, amit az állambiztonság látni és láttatni szeretett volna. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt nem csak ilyen rovatok lehetnek, hanem más rovatok is. És ez mutatja, hogy mennyire esetleges vagy relatív ez a dolog, hogy az időközben többször is változott a statisztikai adatlap, amit én bemutattam, ez egy 72 utáni adatlap, az általában az operatív nyilvántartásra, illetve a hálózati nyilvántartásra vonatkozó parancsok változásaival változott mindig a formája is, ami persze, ha a számokat nézzük, megnehezíti az egész korszakra vonatkozó statisztikai, vagy ilyen adatsoroknak a konstruálását, hiszen változtak a rovatfejek. Tehát ezekkel a kritikákkal kell ezekhez a forrásokhoz nyúlnunk, hogy mégis miért használható, szerintem azért, mert a rendelkezésre álló források között még mindig ez az a legteljesebb körül, ami alapján meg tudjuk állapítani az ügynökhálózat hozzávetőleges nagyságát. Lehetnek egyéb, vagy lehetnének egyéb exaktabb dolgok, tehát hálózati naplók, meg lenne az összes hatos karton, jaj, de jó lenne, ezeket csak meg kéne számolni, de ezek nincsenek sajnos meg, így kénytelenek vagyunk alapvetően az állambiztonság saját számításai, a saját adataira hagyatkozni, amelyek, ha bár nem pontosak, tehát előbb bemutatottak alapján nem teljesen pontosak, de mégis azért hozzávetőlegesen képet nyerhetünk belőlük. Nézzük meg, hogy mi is az tulajdonképpen, amiről szó van, a hálózat. Én itt az Állambiztonság értelmező kézi szótár, csodálatos könyv egyébként, komolyan, abból írtam ki a hálózat fogalmát. Én aláhúztam azt, amire én fel szeretném hívni a figyelmet, vagyis a szervezetszerű titkos együttműködés keretében vesznek részt az állambiztonsággal az együttműködésre. Ez miért fontos? Azért, mert amiről én beszélek, és az amit általában a közbeszédben egyszerűen ügynöknek neveznek, az ez. Tehát rendkívül nagy a fogalmi zavar ebben a kérdésben, főleg a sajtó és a politikusok részéről, de akár a tudományos diskurzusban is. Tehát ismét hangsúlyozni kell, nem tudom, ebben a közegben talán feleslegesen, de hát 21-re is, vagy 1000-szeregyére is el kell mondani, hogy nem ügynök, vagy nem hálózati személy az, aki nem az állambiztonsággal működött együtt. Tehát az alkalmi feljelentő az nem ügynök. Ahhoz, hogy valaki feljelentsen, besúgjon valakit, vagy eláruljon valakit, ahhoz nem kell állambiztonság, az elég volt a sima rendőrség, egy pártszervezet, vagy akármilyen intézmény, üzem, stb. Vezetője is. Nem hálózati személyek azok sem, akik ugyan az állambiztonsággal működtek együtt titkosan, de nem szervezetszerű együttműködés keretében, azaz a hivatalos kapcsolatok, a társadalmi kapcsolatok és egyéb alkalmi operatív kapcsolatok. És nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy nem ügynök, az állambiztonság nyílt és szigorúan titkos tiszti állománya sem. Tehát biztos még nem vagyok naív, tehát ezután is fog megjelenni, és akkor megint el fogjuk mondani, elmondom még egyszer.
A szervezetszerűség nagyon fontos, ugyanis hogy mit is jelent ez. A szervezetszerűség leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az ügynökökkel megfelelő tanulmányozás után egy szabályos mechanizmus, ha tetszik, rituáli keretében beszervezték, rendszeresen tartották velük a kapcsolatot, mert ugyanígy bizonyos formai követelmények szem előtt tartásával kizárták a hálózatból, és nagyon fontos, hogy mindezt a folyamatot végig adminisztrálták, tehát a hálózat működése rendkívül sok iratot termelt, ezek java része vagy jó része kutatható itt. Ugye, mint az közismert, a ügynökök jelentései a munkadosszékba, a M-dosszékba kerültek, míg a egyéb beszervezéssel, kapcsolattartással, stb. Kapcsolatos mindenféle egyéb iratot a beszervezési, vagyis B-dosszékba rakták le. A állambiztonság, illetve előzménye, ugye államvédelem, most én általában állambiztonságot fogok mondani, az gyakorlatilag 45-től 1990-ig a legfontosabb operatív eszközének a hálózatot, ügynökhálózatot tartotta. Erre vonatkozóan itt az évszámok, az adott évben kiadott hálózatra vonatkozó belügyminiszteri parancsokat jelzik. Én azonban most nem is az aláhúzott kifejezésekre hívnám fel a figyelmet, hanem az elnevezésre. Látható, hogy 1950-es években hozott három parancs, alapvetően ügynökségnek hívja azt, amiről itt szó van, 72-ben viszont már csak hálózatnak. Ennek megfelelően egyébként egyéb állambiztonsági iratokban is viszonylag következetesen használják ezt, tehát 72-ig ügynökségnek, ügynökhálózatnak is hívják a hálózatot, míg 72 után alapvetően megváltozik, és ekkortól elvileg a szabályos forma az lenne, hogy nem ügynök, hanem hálózati személy. Az elnevezésbeli zavart egyébként csak fokozza, hogy az ügynökségnek különböző kategóriái voltak, amelyekből az egyik kategóriát szintén ügynöknek hívták. Itt ugyancsak a parancsok, különböző parancsok által alkalmazott felosztást mutatja a dia. Már itt felhívnám a figyelmet arra, hogy a statisztikai adatlapokon már 1958 előtt sem volt jellemző, hogy a különböző ügynöki kategóriákat, tehát a belső utazó, beszervező, stb. Ügynököket külön tüntették volna fel. Tehát alapvetően már ekkor is a három fő kategóriát különböztették meg, vagyis ügynök, informátor és rezidens. Ugye az ügynök volt az, aki tulajdonsági hírszerző lehetőségei alapján alkalmas volt az ellenséges körök bizalmának a megnyerésére, beépülésére, az ellenséges tevékenység dokumentálására és szükség esetén megakadályozására. Az informátor az köszönhetően annak, hogy rendszerhez hű, vagy legalábbis lojális személyek közül szervezték be őket elvileg, már nem voltak alkalmasak ugye a beépülésre, de a ellenséges tevékenység külső tényeinek felderítésére használták őket. Az informátorokat rezidentúrákba lehetett szervezni, és ezeknek a vezetője volt a rezidens, aki az operatív tiszt segítője volt gyakorlatilag, kicsit leegyszerűsítve a informátorok, vagy egy-egy rezidentúra vezetésében. És nagyon fontos, hogy a rezidens az kifejezetten MDP, illetve MSZNP tag vagy hazafias érzésű párton kívül lehetett, tehát a rendszerhez hű személy. És már ekkor ezek a 55-56-os és 58-as parancsok is az állambiztonság, illetve az államvédelem titkos munkatársának hívták, vagy nevezték a rezidenseket. Látható, hogy 1972-ben alapvetően megváltozik a besorolás jellege, tehát már nem a feladatok vagy funkció alapján állítják fel a kategóriákat, hanem a kapcsolattartalma és az együttműködés alapja szerint. Ez azonban a statisztikákban nem jelent törés, tehát a titkos munkatársak azok a rezidensek vonalát folytatják, a titkos megbízottak pedig az informátorokét. A titkos munkatárs volt a hálózat tapasztalt és kipróbált tagja, aki elvi hazafias meggyőződés alapján vett részt az együttműködésben, és minden hálózati funkció betöltésére alkalmas volt. Az informátort, titkos megbízottat azt különböztette meg tőle, hogy ő is ugyan elvi hazafias alapon működött együtt az állambiztonsággal, de nem volt még olyan tapasztalt, személyes körülményei sem tették lehetővé olyan széleskörű felhasználását, mint a titkos munkatársét. Az ügynök volt az, aki
terhelő vagy kompromitáló adatok, esetleg anyagi érdekeltség alapján működött együtt az állambiztonsággal, ennek megfelelően felhasználhatósága is jóval korlátozottabb volt, mint a másik két kategóriájé. Ki kell térni még a lakások problémájára. Itt látható, hogy 1972-ig a különböző belügyminiszteri parancsok a hálózat részének tekintették a K és T lakásokat is. Ugye a konspirált lakások és a találkozás lakások azok a hálózati személyekkel való kapcsolattartást szolgálták, illetve a konspirált lakást különböző operatív akciókhoz is fel lehetett használni. Az volt a alapvető különbség, hogy a K-lakások azok a BM tulajdonában voltak, és valamilyen fedéssel legalizálták, tehát bejelentettek oda a fedő néven egy operatív tisztet, aki a lakás használójaként jelent meg mondjuk a többi lakó előtt. Míg a találkozási T-lakások azok magánszemélyek ritkábban közületek tulajdonában vagy főbérleményében voltak, és őket szabályosan beszervezték, hogy a lakásukat vagy annak egy helyiségét használhassák a hálózati személyekkel való kapcsolattartásra. Hogy ne legyen ilyen egyszerű a kép, azért a statisztikai adatlapokon 1958-ig a K és T lakásokat nem sorolták be a hálózat összlétszámába, ezután 65-ig vagy 64-ig belesorolták, 65-től már csak a T lakásokat, és 72-től már a különböző összesítésekben már nem vették bele a lakások adatait. Én, habár az előadás címében azt ígértem, hogy itt arról is szó lesz, hogy nem csak arról, hogy mi, hanem az is, hogy mennyi. Én igazából ezen előadás keretében nem szeretnék különböző számokkal traktálni, tehát sok-sok számmal traktálni a hallgatóságot. Egyet azonban el szeretnék mondani. Tehát a statisztikai adatlapok szerint 1957. január 1 és 1989. június 30-a között 47.991 szemét szerveztek be, lakásgazdák nélkül, tehát ebbe a T-lakásgazdák, illetve a K-lakás sok száma nincs benne. 56 előttről ugye nincs ilyen adatlap, vagy nem maradtak fent az adatlapok. Van arra vonatkozó összesítés, ami persze majd további vizsgálatokra szorul majd, de tény, hogy van egy ilyen adat, amely szerint 1945 és 56 június 30-a között 97.000 ember szerveztek be a politikai rendőrség hálózatába. Ezt összeadjuk, akkor körülbelül, most hozzáadhatóan 150.000 fő az, akit 1945 és 1989 között beszerveztek. Ez még nagyon sokat változhat. Különböző statisztikák vannak, ezt különböző módon lehet összesíteni, de szerintem ez egy olyan, tehát ezt a forrást alapul véve egy körülbelül ilyen nagysághoz jutunk. A következőkben mondom nem számokat, hanem különböző diagramokon szeretném bemutatni a hálózatra vonatkozó főbb adatokat. Mindjárt először is a hálózat adott év végén, illetve 56-ban és 89-ben a fél évkor érvényes nagyságát. Jól látszik, hogy 1956 előtt és után nagyságrendileg más a hálózat létszáma, 56 előtt óriási, 35 ezeret, illetve 56 közepén is még 30 ezeret meghaladó. 1956-ban felbomlik az Államvédelem szervezete is, széthullik az ügynökhálózat, ha bár nem teljesen, hiszen vannak arra utaló adatok, hogy a forradalom napjaiban is ezért tartják a kapcsolatot, van olyan ügynök, aki tartja a tisztekkel a kapcsolatot, és 56. november 4-e után szinte azonnal megindul a hálózat újjászervezés. A statisztikai adatlapokon, tehát statisztikai értelemben a kiinduló pont az 1957. január 1-e, tehát az egy ilyen origó, amiből utána levezetik az adatokat. Az, hogy 1956 után ilyen kevés, vagy kevés, tehát 56 előtthöz képest jóval kisebb a hálózat létszáma, az feltehetőleg összefügg azzal, hogy a politikai vezetés, és személyesen Kádár János is nem támogatta azt, hogy az 56 utáni politikai rendőrség tevékenysége a társadalom olyan széles köreit terjedjen ki, mint 56 előtt, vagy a klasszikus 50-es években. És mivel ugye kevesebb volt elvileg a megfigyeltek száma, aránya, ez kevesebb megfigyelőt ügynököt is igényel. 1960-as évek elejéig aztán csökken a hálózat létszáma. Erre vonatkozóan hangsúlyozom, egy folyamatban lévő kutatásom az, tehát csak hipotéziseket tudok megfogalmazni. Feltehetőleg ez összefüggésben van a létszám csökkenés a
a Kádár rendszer lassú konszolidációjával, illetve az 56-os megtorlás lassú lecsengésével is. Talán nem véletlen, hogy 1963-ban a nagy amnestia évében a legalacsonyabb a hálózat létszáma korábbi évekhez képest. Az, hogy 50 vagy 63 után nő a hálózat létszáma, ez viszont paradox módon ismét csak a nagy amnestiával áll összefüggésben, vagy állhat összefüggésben. Ez ugyanis az amnestiának köszönhetően politikai elítéltek tömegei kerülnek szabadlábra, amelyet az állambiztonság feladatának tekint, hogy őket szemmel tartsa és ellenőrizze, és a régi reflexek szerint ezt úgy próbálták megoldani, hogy embereket, hálózati személyeket szerveznek be. Ez azonban csak gyakorlatilag a 60-as évek legvégéig folytatódik ez a trend. A 60-as évek végén, 70-es évek elén általában az állambiztonság és a belügyminisztériumon belül megindul egy új állambiztonsági doktrína kidolgozása. Ez a kisebb, de hatékonyabb, kicsit leegyszerűsítve, most nem nincs ide belemenni, állambiztonság kialakítását célozza, és ennek megfelelően 1972-ben újra szabályozzák a hálózat szervezetét és működését, és sok más egyéb mellett, tehát rengeteg új ügyrendeket adnak, és stb. Tehát ez része az egész állambiztonság átalakításának, és ez az átalakítás a hálózat létszámának drasztikus csökkenésével is együtt jár. Amely aztán kicsit visszaalakultak 6000-ről kb. 9000-re a 80-as években, és csak 89 első fél évében csökken számottevően. Itt 88-ban is úgy tűnik, mintha csökkenne, de 88-ban már a határőrség hálózatát nem sorolták az összlétszámba, tehát ezeket is jelezni, direkt benne adtam, így, hogy jelezzem, hogy ezeket figyelembe kell venni a statisztikáknál. Megnézhetjük következő ábrán, hogy hogyan alakult a három fő hálózati kategóriát tekintve. Látható, hogy 1956 forradalom előtt a legnagyobb létszámot a informátorok adták. 56 után viszont lényegesen megnő az ügynökök szerepe. Ez nyilvánvalóan az 56-os forradalom, illetve az azt követő megtorlással áll összefüggésben. 56-os tevékenység miatt nagyon sok embert lehetett terhelő, kompromittáló adatok alapján beszervezni, és az állambiztonság sem bízott meg mondjuk annyira már a társadalomban, hiszen úgy gondolta, hogy aki részt vette az 50-es általuk ugye használt kifejezéssel élve az ellenforradalomban, az csak ellenség lett, tehát ügynökként lehet csak rá számítani, és nem informátorként, vagy még kevésbé rezidensként. 1972 után viszont, ha bár az ügynökök aránya folyamatosan csökken a 70-es évek elejéig, 1972 után, amikor ugye csökken az egész létszám, átalakítják az egész rendszert, drasztikusan átalakul a kategóriák szerinti megoszlása is a hálózatnak. Gyakorlatilag az ügynök hálózat, amit addig ugye ügynök hálózatnak, ügynökségnek neveznek, gyakorlatilag kiszorulnak az ügynökök, tehát akiket ügynökként tartanak nyilván, az gyakorlatilag 2-3%. Szinte az egész hálózat az titkos megbízottak TMB-k hálózata. Ha ezt ugye emlékezünk rá, hogy kiket tartottak nyilván TMB-ként és TMT-ként, tehát titkos munkatársként, titkos megbízottként, azok, akik elvi hazafias meggyőződésből vesznek részt az együttműködésben. Ha ezt megnézzük, ezt a grafikont, akkor azt látható, hogy 1972 után a hálózati személyeknek gyakorlatilag a teljes körét úgy tartotta nyilván az állambiztonság, mint aki elvi hazafias meggyőződésből, nem pedig kényszer, tehát zsarolás útján működik velük együtt. Erre vonatkozóan van egy másik, tehát ezt is nyilván tartották, hogy milyen alapon működik együtt a személyekkel, ez is gyakorlatilag ugyanazt mutatja, tehát még 1957 legvégén működött hálózat, majdnem fele még terhelő, kompromittáló adatok alapján, vélhetőleg elsősorban 56-os tevékenységgel zsarolva szervezték be, addig később, 72 után gyakorlatilag már mindenkit úgy tekintettek, mint aki elviekben támogatja az állambiztonság munkáját. Ha megnézzük viszont, hogy az adott évben beszervezettek között hogy alakul a beszervezési alap, akkor viszont azt látjuk, hogy gyakorlatilag már az 50-es évek legvégén, tehát már 60-astól, de 60-as évek legelejétől már eltűnnek a terhelő és kompromittáló adattal beszervezettek aránya, tehát gyakorlatilag az újonnan beszervezett hálózati személyek túlnyomó többsége, tehát majdnem a teljes köre az hazafias vagy elvi alapon vállalta az együttműködést. Hangsúlyozom, hogy ez a kijelentés arra vonatkozik, hogy az állambiztonság
így szerette volna, vagy így látta, vagy így tartotta őket nyilván. Ezeken a statisztika adatlapokon rengeteg rovat van, tehát nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni, a beszervezés kizárás alakulását, a fluktuáció, mikor nőtt, mikor cserélődött ki, a beszervezésével, születésév, kizárások, stb. Stb. Az idő ugye rövid, nem akarok visszaélni a hallgatóság türelmével. Én kiválasztottam önkényesen néhány olyan dolgot, ami szerintem érdekes, és engem legalábbis érdekel. Nem lehet elmenni amellett, hogy milyen területen alkalmazták a ügynökhálózatot. Alapvetően látszik, hogy 1956-os forradalom után a belső ellenség, úgynevezett belső reakció elleni harc állt a hálózat működésének középpontjába. Ezt nem csak a piros sáv mutatja, hanem a sárga is, ez a gazdasági vagy szabotázs elhárítás területén foglalkoztatott ügynököket jelenti, ugyanis a 60-as évek elejéig a szabotázs elhárítást azt úgy jellemezték, mint amely a mezőgazdaságipar közlekedés területén végzett belső reakció elhárítást jelent. A lassú változás már megindul a 60-as években, a 70-es évektől azonban gyökeresen átalakult, tehát majdnem a felé, több mint 40%-át a hálózatnak a kémelhárítás foglalkoztatta. Itt a kémelhárításban 72 után már bele kell érteni a szabotázs elhárítást is. 66-ban ugye a szabotázs elhárítást a 3x3-as csoportfőnökségtől áthelyezték a 3x2-es csoportfőnökséghez, az a kémelhárításhoz, és utána annak részeként tekintették. Ez az egyik kedvenc diagramom, ez egy változást jelent. Ez a hálózat nemek szerinti megosztását. Hát alapvetően egy férfi központú dologról van szó. Itt a hálózati adatlapokon csak 1973-tól jelölték a nemek szerinti megosztást. A nők aránya a hálózat egészében körülbelül 9%-ról 73-ban valamivel 10% fölé nőtt 89 közepére. Jellemző egyébként, hogy a legkvalifikáltabbnak tekintett titkos munkatársak között a nők aránya 2-3%-ot épp hogy elérte, de az ügynökök körében is viszonylag kevesebben voltak. Azt lehet elmondani nagy vonalakban, hogy mondjuk a megyei szervek még valamivel kisebb arányban foglalkoztattak nőügynököket, mint a központi szervek, illetve még azt is, hogy a kémelhárításnál volt valamivel nagyobb az arányok, mint mondjuk a belső reakció elhárításnál, illetve a katonai elhárítás ügynökei között is viszonylag kevés nő volt, hiszen a katonai elhárítás ügynökeinek javarésze, hogy a sorozott állományból kerültek ki, és ugye a ilyen értelemben, tehát a sorozás csak a férfiakat érintette. Érdekes, kíván, nem tudom elhallgatni, mindegy, csak hogy a legnagyobb arányban a nőket részben a K ellenőrző osztály foglalkoztatta a hálózatként, tehát a levél ellenőrzés. Másrészt pedig a operatív technikai csoportfőnökségnek az az osztálya, amelyik az operatív technika beszerelését és üzemeltetését végezte. Most ez is egy hipotézis, nagyon leegyszerűsítve, ugye az adott területen dolgozók között, tehát postás kisasszonyok, ugye, tehát postások, hivatali dolgozók, illetve a távbeszélő központokban dolgozók között nagyobb lehetett ugye a nők aránya, és ezért a hálózati személyeket is ugye nagyobb arányban jelennek meg ott. Nagyon fontos ugye a pártagok és a hálózat viszonya. Valamiért elterjedt az a nézet, hogy a pártagokat nem lehetett ügynöknek beszervezni, legalábbis 56 után. Mivel a statisztikai adatlapokon mindvégig 57-től 1989-ig szerepel egy olyan rovat, hogy MSZMP tag, ez azt mutatja, hogy már ez is azt mutatja, hogy ez nem igaz, tehát pártagokat lehetett beszervezni. Még akkor is, ha mint ez a pár hónappal ezelőtt előadásban is elhangzott, hogy a hálózatban való kizárás okaként sokszor szerepelt az, hogy MSZMP tag lett, és ezért kizárták. Ilyen rovat is van egyébként ezeken az adatlapokon. Ez a kettő nem mond ellent egymásnak. Nyilvánvaló, hogyha valakit mondjuk ügynökként szerveznek be, és ellenséges hangokról, véleményekről kell tudósítani, és belép a pártba, akkor a hírszerző lehetősége megszűnik, hiszen azok a személyek, akik korábban mondjuk megnyíltak előtte, egy idő után már nem tudják, tehát ilyen értelemben nem tudják tovább alkalmazni. De ezek az adatok, vagy ez a görbe mutatja, hogy azért elég meghatározó volt
a pártagok aránya. Nagyon fontos, hogy a korlátozás gyakorlatilag a titkos megbízottakra, illetve a titkos, vagy az ügynökökre vonatkozott. 72 után ugye a ügynök az volt, akit terhelő kompromitáló adatok alapján szerveztek be. Nagyon furcsa lett volna, hogyha egy pártag, ugye az állampárt egyik tagja, mondjuk nem elvi és nem hazafias meggyőződésből vállalta volna az ügynöki tevékenységet. A másik vonal az, most ezzel nem foglalkozik, az csak a kis tagok arányát mutatja a hálózatban. Nagyon érdekes szerintem a hálózat iskolázottságára vonatkozó statisztika. Sajnos ezek az adatok is csak a 73 utántól kezdve kerültek fel az adatlapokra. Hát nem kell nagy merészség azt kijelenteni, hogy a hálózat iskolázottsága felülmúlt a társadalom egészét. Alig volt olyan, aki nem végzett legalább általános iskolát, de látható, hogy a több mint a 70%-uk még középiskolai, valamilyen középiskolai végzettséggel rendelkezett, illetve egyharmaduk hozzávetőlegesen főiskolai egyetemi végzettséggel is bírt. Ez nyilvánvalóan összefüggött a hálózat funkciójával, tehát főleg már a 70-es, 80-as években azok a körök, amelyek az állambiztonság célkeresztjében álltak, megkövetelték, hogy oda beépített, vagy onnan információkat szerző személyek megfelelő tudással rendelkezzenek. Ezzel függ össze egy másik adatsor, ez pedig a hálózat nyelvtudása. Megvallom, ez engem meglepett, mert ez is messze-messze-messze meghaladja a magyar társadalom akkor, illetve a mai nyelvtudásának a mértékét is. Látható, hogy gyakorlatilag a hálózati személyek fele beszélt legalább egy idegen nyelvet. Ez is összefüggésben van, amit az előbb elmondtam, tehát nyilvánvaló, hogy a jó hírszerző lehetőség, a hírszerző lehetőségeket nagyban megnövelte, hogyha az illető tudott nyelveket. Emlékezzünk rá, 1972 után a hálózat majdnem 40%, vagy több mint 40%-a, majdnem fele a kémelhárítás területén működött, ami megkövetelte a külföldiekkel való kapcsolattartás, ami mondjuk nyelvtudás nélkül nehéz lett volna. Valószínűsíthető, tehát erre mondom, kitérjünk egy kicsit a hírszerzésre is. A hírszerzésnél feltehető, hogy ott meg nem volt olyan, aki nem beszélt volna nyelveket, nehéz lett volna külföldi hatalmaktól hírt szerezni, úgyhogy hogy valaki nem beszélt egy idegen nyelvet. És még nagyon sok mindent mutathatnék, viszont én egyszer már tettem egy megjegyzést, nagyon szívesen venném, hogyha valaki ezekre ráállna és ezekkel a számokkal foglalkozna. Én őszintén be kell valami, nem szeretem a számokat, évszámokat sem semmit. Ami számomra érdekessé teszi ezeket, elsősorban számokon túl is érdekessé teszi ezeket a statisztikai adatlapokat, az maga az adatlap, nem is a számok az érdekesek. Itt egy 1956 előtt, vagy 56-ig használt statisztikai adatlapnak a bal alsó sarka látható. Ez azért maradt, mert a 57 májusi összesítést egy ilyen adatlapra vezették fel. Egyrészt azért választottam ki ezt, mert jól mutatja a kézzel írt bejegyzés, hogy hogy változik a statisztikai adatlap 56 előttről 56 utánra, hogy válnak érdektelenül bizonyos kategóriák, például a volt provokátoroké, amik helyett bekerül ugye az ellenforradalmi tevékenység. És igen beszédes az is például, hogy az 56 előtti sztálinista diskurzus központi kategóriai fogalma, trockista, az kikerül 56 után, érdektelenné válik, és helyette bejön a különböző pártellenes csoportok kifejezés. Ez nyilván az a Nagy Imréseket, tehát a Nagy Imre csoportokat, az idézve revizionistákat jelentette. De önmagában is érdekes ez a statisztika adatlap. Ha megnézzük itt a 13-as, 14-es oszlopot, itt a népi demokratikus rendszerhez lojális, illetve hű elemeket tartalmazza, előtte pedig az összes többi az különböző ellenséges kategóriát jelent. Ez rámutat önmagában is az állambiztonság, illetve ebben az esetben az államvédelem tevékenységére, hogy milyen szemmel nézte a társadalmat, míg a rendszerhez hű vagy lojális személyek azok gyakorlatilag egy tömbbe tartoznak az állambiztonság szemében, addig az ellenséget azt nagyon aprólékosan és nagyon cizellált módon tudja megkülönböztetni.
Tehát az államvédelem azért volt, talán volt is egy ilyen mondás, hogy az államvédelem, állambiztonság azért van, hogy a rosszat lássa, hogy a társadalom, az nem csak az emberben, hanem ezek szerint a társadalomban is. Tehát én úgy gondolom, és ebben a szempontban jeleztem, hogy a különböző statisztikai adatlapok változtak, ami ha a számokat nézzük, akkor megnehezíti azt, hogy mondjuk itt nagy egész 57-től 89-ig terjedő nagy trendeket tudjunk felvázolni. Viszont a statisztikai adatlapok változása, ha nagyon fontos, hogyha ha úgy nézzük ezeket, hogy tehát más szempontból viszont tájékoztatnak arról, hogy hogyan változik az állambiztonsági gondolkodás, tehát hogyan változik az a fogalmi keret, amelybe az állambiztonság a saját működését is belehelyezte, illetve általában az egész őt körülvevő közegről, társadalmi közegről gondolkodott. Köszönöm szépen a figyelmet!